Minden ötödik embernek van csak mobil internetje vagy okostelefonja Magyarországon, ezzel utolsó helyen állunk az Európai Unióban. Fél év alatt két helyet esett vissza Magyarország. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint azért lettünk sereghajtók, mert a mobil szolgáltatók között nem elég nagy a verseny, és drágán adják a mobil internet szolgáltatást. MT Hírcentrum Hevér Lóránt. Egyre több embernek van ugyan okostelefonja Magyarországon, de uniós szinten mégis kevesen interneteznek rajta. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál úgy látják, azért interneteznek kevesen mobilon, mert kevés szolgáltató működik Magyarországon, a szolgáltatások pedig drágák. Aranyosné Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatója. Ez nyilvánvalóan a nem elégséges versenyben keresendő. Olyan országokban, ahol több szereplős a mobil piac, mint Magyarországon, lényegesen alacsonyabb árak vannak. Az Európai Bizottság jelentése szerint azokban az uniós országokban, ahol nem működnek helyi, vagyis nemzeti mobil szolgáltatók, ott kicsi a verseny. Ezekben az országokban előfordul, hogy a nagy szolgáltatók 10-szer többet is elkérnek a mobil internetezésért, mint más uniós államokban.